Baranya megye vállalkozásainak egyik legnagyobb kihívása a munkaerő hiánya, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Az utóbbi évtizedben a megye és Pécs város lakossága közel 10%-kal csökkent. A fiatalok és középkorúak is más versenyképes térségekbe vándorolnak el itthon, de sokan távoznak külföldre is. Ezért a kamara újraindította programját, amiben bemutatkoznak a baranyai cégek a fiataloknak. A Jelen a jövőd oldalon találhatják meg a céges ajánlatokat. Itt most közel 50 olyan mérvadó céggel találkozik, akik egy nem sablon, de egy előírt módszertan alapján bemutatkoznak, jelölik, hogy ők egyébként a duális képzésben részt vesznek-e, van-e egyetemi partnerség, és hogyha onnan elmegyünk a cégek weboldalára, akkor ott lesznek a nyitott pozíciók. Meg kell teremteni a visszavándorlás lehetőségét, ezért be kell mutatni, milyen nagyszerű lehetőséget kínálnak a helyi cégek, mondja Rabszabolcs. A kihívás, az érdekes feladat, a jó munkakörnyezet, ezek a fő szempontok. És ebben a cégeknek is van még mit fejlődni, közösen tanulni, de hát itt elképesztő sok jó gyakorlat van, és minden nagy entitásnak egy picit jobban kell figyelni a gazdaságra. Mégiscsak a gazdaság egy megyének, egy térségnek, egy városnak az alapja, úgyhogy ezt az alapot kell jól megerősíteni, és minden más majd utána tudunk építeni erre a jó alapra. Országos kampányba is kezdtek, plakátokon hirdetik, milyen lehetőséget nyújthatnak a baranyai cégek a visszatelepülő fiatal szakembereknek.